Dr. Szejfó Omar Ádám, a Migráció Kutató Intézet kutatási vezetője van itt velem a stúdióban. Jó reggelt kívánok, köszöntöm. Jó reggelt kívánok. Az Izrael és a gázai övezetben kialakult helyzetről fogunk most beszélgetni a következő percekben. Az első és legfontosabb talán azt tisztáznunk, mert lehet, hogy ebben nem sokan látnak egyértelműen tisztát, hogy hogy a napokban a hírek arról szóltak, hogy ugye Izrael kivonult a gázai övezetből, aztán voltak olyan pontosítások, hogy a gázai övezet déli részében. Most mégis arról szólnak a hírek, hogy az IDF szóvivője azt jelentette be, hogy a gázai övezet középső részén még mindig vannak további támadások, és hogy felderítettek néhány eddig tisztázatlan helyzetet. Segítsen nekünk tisztán látni. A gázai háború tetőpontján 40 ezer izraeli katona harcolt szárazföldön a gázai övezetben. Most kivonják a legerősebb haderőt, a 98-as divíziót, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag csak a Nahal brigád marad a gázai övezetben. Ők sem harcoló alakulatként, 3-4 ezer katona fogott maradni a gázai övezetben, nem harcolnak, hanem a kettévágott gázai övezetben a középen lévő katonai folyosót fogják ellenőrizni, azért, hogy megakadályozzák a civilek, az északról korábban délre menekült civilek, és a vélhetően közéjük rejtőzött Hamas terroristáknak a visszatérését az északi részre. Ezáltal nyitva hagyják a potenciális Rafah elleni offenzívának a lehetőségét, mind katonailag, mind politikailag, hiszen Rafahban, amelyről tudjuk, hogy az egyiptomi határon helyezkedik el, hagyományosan 280 ezer ember lakja, most viszont több mint 1 millió 400 ezer menekült érkezett oda. Tehát ez az utolsó fellegvára a Hamasnak. Viszont nagy nyomás nehezedik az izraeli kormányra, hogy ne ostromolja meg. Pont azért fontos is a kérdés, mert hogy valóban ez történt, hogy hirtelen nagyon nagy számban indultak meg a gázai övezetben lakók a déli részre, ugye erre Izrael külön felhívta a figyelmüket. De akkor az északi részen lévő egységek, azok gyakorlatilag most már csak egy ilyen stabilitást garantálnak, vagy onnan teljesen eltűntek Izrael részéről? Pár százezer palesztin maradt az északi részen, aki nem hagyta el az otthonát, az ő adni biztosításra maradnak egységek, de a katonai műveletek most egyelőre úgy tűnik, hogy nem folytatódnak, vagy ha igen, azok olyan precíziós műveletek lesznek, amelyek egyébként, ha nem is csak feltétlenül katonailag, de politikailag fontosak ahhoz, hogy továbbra is legyenek ütőkártyák a tárgyalóasztalnál, például a túszakért folyó tárgyalások során az izraeli kormánynak. Akkor ez azt is jelenti egyúttal, hogy most a hat szintérről gyakorlatilag a diplomáciai szintérre fog áttevődni a hangsúly, és akkor ugye itt jön ki ebbe, amit ön is most már említett, a túsztárgyalás, amely túsztárgyalás folyamatban van. Viszont nem tud a Hamas például megfelelni a feltételeknek, és itt is jön egy újabb pont, hogy megint az egymásra mutogatás megy, hogy az izraeli feltételekre ugye úgy hivatkozott a Hamas, hogy makacs és ellenszegülő maradt, miközben értelemszerűen ők a túszok szabadon engedését követelik, a Hamas viszont közölte, hogy nem tud annyi élő túszt szabadon engedni, amennyit várnának tőlük. A helyzet az, hogy itt valóban teljesen ellentétes érdekek vannak. A Hamas számára az az érdek, hogy megőrizzenek minél több izraeli túszt, mert hiszen ezzel tudják az ő maguk politikai és fizikai túlélését valamennyire garantálni a gázai övezetben. Emellett a Netanyahu kormányra nagyon nagy nyomás helyeződik belpolitikailag. Azt látjuk, hogy Netanyahu miniszterelnöknek a népszerűsége 15%-on áll. A nagy rivális a Benny Gantz, hogyha most lennének választások, a 120 tagú Knessetből akár 75 helyet is megszerez. Emellett nagyon nagy a nyomás a Netanyahu kormányzatra nemzetközileg is, elsősorban az Egyesült Államok részéről, illetve azon arab országok részéről, amelyekkel már békét kötött Izrael, hogy maradjon el a gázai offenzíva. Tehát azt látjuk, hogy Netanyahu miniszterelnök nagyon nehéz helyzetben van, próbál lavírozni ebben a szituációban, a túszok ugye pedig egy olyan ügy, ahol neki muszáj lesz sikert felmutatnia. Tehát az ő politikai túlélése azon is múlik, hogy a túszok nagy részét szabadon tudja elbocsátani, vagy ha más nem tud-e olyan győzelmet felmutatni, tegyük fel egy Szaúd-Arábiával kötött béke, ami az ő politikai túlélését garantálhatja. Amikor azt mondja, hogy a túszok nagy részének szabadon engedése, az azt jelenti, hogy egy kis része már nincs életben, és ezért nem tudják őket szabadon bocsátani, vagy egyszerűen benne van ilyenkor a tárgyalási folyamatokban és egy ilyen háborús helyzetben az, hogy még mindig maradnak ott olyan élő túszok, akiket hát nem is tudom, hogy ilyen védelmi pajzsként maguk előtt tart majd a Hamász, ki tudja meddig.
133 túszról beszélnek a hivatalos források Izraelben, hogy hányan vannak életben, az igazság, hogy ezt nem tudjuk megmondani innen Európából. Kérdés, hogy ott helyben tudják-e, vagy hogy van-e olyan valós nyilvántartás. Az biztos, hogy a Hamas nagyon sok túszt követel, nagyon sok izraeli börtönökben fogva tartott palesztint követel. Most az amerikai források által kiszivárogtatott információk szerint 900 emberről beszélnek, de nem látjuk tisztán ezeket. Ezek egyébként reális arányok ön szerint? Vagy egy ilyen tárgyalási folyamatban egyszerűen ez így működik? Mind a két félnek sikereket kell felmutatnia. A Hamasnak nem csak Gázában vannak politikai ambíciói, hanem Cisziordániában is, ahol egyébként népszerűségben messze felülmúlja az ott regnáló Fatahot. Tehát azt látjuk, hogy muszáj mindenképpen nagy számokat felmutatniuk. Egyébként a Hamas arra is odafigyel, hogy Fatahos foglyok is szabadon legyenek bocsátva, ezáltal az ottani népszerűségét garantálja. Sok palesztin van izraeli börtönökben, telne belőlük szabadon bocsátani, de azt látjuk, hogy az izraeli túszok most a tárgyalások szempontjából fontosabbak és értékesebbek. Innen nézve lehet, hogy egy kicsit szkeptikusnak hangzik az a kérdés, hogy ezek szerint Cisziordániában a Hamasznak, amit ön említett az imént, sokkal nagyobb az ereje és a támogatottsága a lakosság részéről, mint a Fatahnak, miközben a gázai övezetben rengeteg civil áldozata lett ennek az októberi pogromnak eredményeképpen. Nagyon sokan elvesztették az otthonaikat, a szeretteiket, a megélhetési formáikat, és még így is képes a Hamas támogatottságot garantálni magának. A háború előtt Gázában hozzávetőleg a lakosságnak harmada tartozott a Hamasznak a gazdasági klientúrájába, akik ezáltal politikailag is támogatták őket. A lakosság többi része ezen kívül esett, és számos tüntetés volt a Hamas ellen. Mondhatjuk, hogy belpolitikai nyomás eredménye részben ez a terrortámadás, amit végrehajtott a Hamas. Cisziordániában a helyzet az, hogy ott a Hamas népszerűsége nem a Hamasznak köszönhető, hanem a Fatah diszfunkcionalitásának, hiszen az ott élő palesztinok nem szenvedik el a Hamasznak a terroruralmát, ők úgy tekintenek a Hamaszra, mint egy olyan szervezetre, ami valóban tesz valamit az úgynevezett palesztin ügyért. Dr. Szejfó Omár Ádám, köszönöm szépen, hogy itt volt ma reggel, és segített tisztán látni az aktualitásokban. Köszönöm szépen a meghívást.